Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt látható a Skorpión jegyének a szimbóluma. A Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó. A Skorpión jegyénél gyakran negatív érzelmekről is, mint félelmekről, bizonytalanságokról, és a Skorpión jegye szimbolizálja a transformációt. Elhagyni a negatív érzelmeket, a félelmeket és a pozitív érzelmeket élni, mint például a bizalom vagy a szeretet. A Skorpión jegye felett Mars bolygó uralkodik, de nem csak Mars bolygó, hanem Plutó bolygó is. A Skorpión jegyében két bolygó van, mindkettő uralkodik a Skorpión jegye felett. A Skorpión jegye szimbolizálja misztikus dolgokat is, és a szexuális témákat. Ez a kivetés egy havi jóslás, egy szerelmi kivetés, itt látható ez a hölgy, utal ránk hölgyekre, illetve a Skorpión jegyében született hölgyekre, és a férfi az jelenti a férfiakat, vagy a lelki társadat. Mi fűz össze benneteket, az itt látható, ez a kártya, a férjem készítette ezt a kártyát, de én is segítettem, hiszen én mondtam azt, hogy melyik növény mit jelent, de a kártyákat ő csinálta. És itt ez a kártya, ami összefűz benneteket, jelenti a barátságot. Vagy fontos számára a baráti kör, vagy számodra, az is lehet, hogy olyan barátságosan közeledik hozzád. Vagy megvan ez a baráti hangulat, jól megvagytok egymással, amit még a csillagok jelentenek a Skorpión jegyére, március hónapban jó beszélgetések lesz, egy jó hír, vagy tárgyalások, előnyös szerződések, megvan az élet, erő, most tényleg be tudjátok bizonyítani magatokat. Van egy jó Mars hatás. És megnézzük, hogy mi várható még. Itt ez a szív jelenti a szerelmet, de jelenti a szeretetet is. Itt vannak jó kapcsolatok, itt van a remény, vagy egy utazás. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, megvannak az érzelmek. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, vagy a munkát, hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Szívvel, lélekkel benne vagy ezekben a dolgokban, pénz jön a házhoz. Itt lehetnek külföldi kapcsolatok is, utazások, amit a halak még jelentenek, a belső értékek, hogy ő szeret téged, értékel téged. Van egy lelki út, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt megjelensz az ő gondolataiban, érzelmeiben, hiszen fontos vagy számára. Itt lesznek utazások, egy új irány, lesz mozgás, előre mennek a dolgok,
A képek azt is jelenthetik, hogy ő látni akar téged, útban van hozzád. Itt van a szerelem, a remény, az utazás, a kapcsolat, jó anyagiak, és ha te egy hölgy vagy, megjelensz az ő környezetében, de ő fog majd közeledni hozzád, meglátogat téged, útban van hozzád. Itt lehet, hogy még barátságról van szó, de látható a szerelem és a kivetésnél. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha feljelentkeznél a csatornámra, de leírhatod a véleményedet is a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!